A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte számos népszokás és hagyomány kötődik. Április elején az ünnepre való hangolódás jegyében húsvéti készülődésre invitálták településünk óvodásait, a nagyrábéi nagyik is. Számos program várt az apróságokra, volt itt tojásfestés, kézműves foglalkozás, nyuszi és kisbárány simogatás is. A nagyrábéi nagyik elmesélték a fiatalabb korosztálynak, milyen volt anno a húsvét, és közösen az óvodásokkal finom süteményt is készítettek. Nagyon cukik! Na, Veronika, megsimized a nyuszét? Még édes, még édes. Igen. Nagyon édes. Deci? Igen. Én a fehér nyurakat szeretem. A fehéreket szereted? A nagyrábéi nagyikkal arra gondoltunk, hogy meghívjuk a nagyrábéi óvodásokat ide az idősek otthonába egy húsvéti készülődésre. Szerettük volna nekik megmutatni, hogy ezelőtt 20-30 évvel hogyan készültünk a húsvétra. Kicsit úgy éreztük, hogy már kezd kiveszni a húsvét szeretete, a locsolkodás, a tojásfestés. És ezek olyan szép hagyományok, amiket már szeretnénk, hogy kicsi korba a gyerekek megismerjék, tovább vigyék, ne vesszen ki a kultúránkból. Ezért is készültünk tojásfestéssel, nyuszi készítéssel, illetve vannak bizonyos ételek, amik hagyományosak a húsvétra. Ezért készítünk egy húsvéti kis kekszet is, amit a gyerekek fognak, a nagycsoportosok és a középsősök a nagyik segítségével készítenek el, illetve díszítenek majd fel. Van nyuszi simogatás, bari simogatás, kisnapos csibéink vannak, mégiscsak ugye az állatok szeretete, meg ezek az állatok valamilyen szinten kapcsolódnak egy kicsit a húsvéthoz is, mivel hogyha egy képeslapot, egy ilyen műsort látnak, abban mégiscsak a nyuszi hozza a húsvéti tojást, úgyhogy mi is elhoztuk ezeket a nyuszikat, itt most kiszakítottuk őket a tojásfestésből, és elhoztuk a gyerekeknek őket. Talán így most, hogy a nagyik elmondták ezeket a tényleg nagyon vicces sztorikat, így legalább kedvet kapnak arra, hogy igen, akkor mi is menjünk locsolkodni, akkor én most megtanulom ezt a locsolkodó verset, és lehet nem a kölnivel fogom a nagytesót vagy anyukát meglocsolni, hanem egy vödör vízzel. Úgyhogy szeretnénk ezt a hagyományt tovább ápolni. Illetve az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden generáció a településen jól érezze magát itt Nagyrábén. Szeretnénk olyan programokat szervezni, amik minden korosztály számára kielégítőek, és szeretnénk ezeket a generációs szakadékokat, amik amúgy Nagyrábére annyira nem jellemzők, de nem is akarjuk, hogy jellemző legyen nálunk, hogy ezek áthidalhatóak legyenek, és így a nagyik meg az óvodások egy két külön generáció, hogy közös szemmel láthassa a húsvétot. Most a tojáskeresés zajlik, a nagycsoportosok keresik a tojásokat, mert tojáskereséssel is készültünk, és ezelőtt, a tojáskeresés előtt pedig a nagyik beszéltek ugye a hagyományokról, énekeltek, húsvéti locsoló verset mondtak, és igen, elmondták azt, hogy amikor ők fiatalok voltak, akkor miket készítettek, miket sütöttek, főztek, és milyen volt a locsolkodás. Ilyen nagy üveggel csinálták akkor a rózsavizet, tudjátok, és abban locsoltak. Én meg bevúgtam az ágy alá. A nővérem seprűnyéllel piszkált ki, hogy gyere ki, csak meglocsolnak, de én nem jöttem ki, én hajthatatlan maradtam. De utána már nagyobb koromban élveztem, hogy jöttek a fiúk.
Bézi Lajosné, a nagyrábéi óvoda és bölcsöde vezetője elmondta, az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományápolásra. Minden évben húsvét ünnepére is lázasan készülnek az apróságokkal. A fiúk locsolóverseket tanulnak, a lányok pedig a tojásfestés technikájával ismerkednek az ünnepet megelőző hetekben. Nekünk is a mindennapjainkban elég gyakran benne van ez a sütés-főzés, amit a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek. Ősszel az almás süteménytől kezdve a karácsonyi mézesig, a húsvéti tortáig, gyümölcssalátákig mi nagyon sok mindent megsütünk és főzünk az óvodába a gyerekekkel és a szülőkkel közösen. Ezért is gondoltuk alpolgármester asszonnyal, hogy jó lenne összehozni egy ilyen közös programot, valamint azért, mert a mi óvodán korábban néphagyományőrző programmal működött, és ebből meghagytuk még a jó dolgokat, tehát a hagyományos vidéki ünnepeket, jeles napokat, népszokásokat mi a gyerekek életkorához igazodva mindig megtartjuk és megünnepeljük. Igazából ez az április 5-ei időpont nekünk még egy kicsit korán jött, úgyhogy mi még nem kezdtük el a húsvéti készülődést, még a héten a gólyák visszatérésével foglalkoztunk. Ez is a gyerekek életkori szintjéhez igazodik, a hátterét azt nem igazán szoktuk nekik elmondani, mert nem értik még meg. Nálunk, ami van az óvodában, az a tojásfestés, tojáskeresés, csoki tojást eldugunk mi is az óvoda előkertjében nekik, csibéket barkácsolunk, nyuszit, barit barkácsolunk, és jellegzetes húsvéti ételeket szoktunk készíteni, illetve a fiúk locsoló verset tanulnak, és a lányokat meglocsolják, hoznak be kis kölnit otthonról, és akkor így mi is emlékezünk a régi locsolási hagyományokra, népszokásokra. Mi 3 évestől kezdve 7 éves gyerekekkel vagyunk jelen, és szerintem, ami nekik nagyon tetszett és nagyon élvezték, az biztosan a nyuszi bari simogatás volt, a kis csibe simogatás volt, meg a sütés-főzés, ez biztosan nagyon tetszett nekik, de nyilván a tojáskeresés vagy a barkácsolás is igazodott az életkori sajátosságaikhoz, de szerintem csak meg kell nézni a gyerekeket, hogy hogy érzik magukat, milyen jó kedvű van, felszabadultak, senki nem sír, nem kérdezik, hogy mikor megyünk vissza az óvodába, úgyhogy nekem ez jelzés arra, hogy valószínűleg jól sikerült a mai délelőtt megszervezése. Az óvodások láthatóan igencsak jól érezték magukat a délelőtt folyamán. Minden programban szívesen vettek részt, megkeresték a húsvéti nyuszi által elrejtett csoki tojásokat, és a közös keksz sütésben is segítkeztek a nagyrábéi nagyiknak. Riporterünknek elmondták, hogy érezték magukat a készülődés, és hogy melyik volt a kedvenc programjuk. A legjobban tetszett, ahogy játszottunk, meg minden, ami volt, minden tetszett nekem, és ahogy a legjobban tetszett, az a tojásütés, igaz, hogy nem gyűjtöttem sokat, de jól éreztem magamat, az is jó volt, hogy itt volt apukám, és az jó volt, mert meg tudtam ölelni. És tudsz nekem most mondani egy locsoló verset? Igen. Na, akkor figyelek. Zöld erdőbe jártam, kék ibolyát láttam, el akart hervadni, szabad elocsolni. Nagyon szépen köszönöm, nagyon ügyes voltál, megyünk tovább, köszönöm, jó? Köszönöm szépen a tisztelt vendégeknek, hogy itt voltak. Hát ezt nem hiszem. Sziasztok! Melyik volt az a program, ami legjobban tetszett ma neked? A sütés. Mit sütöttetek? Sütit. És milyen sütit? Nyuszi, meg maci, meg pillangot, meg virágot. És otthon te anyukáddal szoktál esütni, szoktál-e neki segíteni süteményt sütni? Igen. Igen? Várod, de már a locsolókat szoktak-e hozzád menni locsolkodni a fiúk? Igen. És mivel várod őket olyankor? Tojásokkal. Piros tojással? Igen. Na hát akkor legyen sok locsolód az idén is, azt kívánom. Köszönöm szépen. Mit ismersz a húsvéti hagyományok közül, hogy érezted ma magad itt, és melyik program tetszett neked a legjobban? Hát nekem a nyuszi simogatás, a tojás, meg a tojáskeresés. Jól éreztem magam nagyon. Az anyukámtól tanultam egy verset. Igen. Vagyis az apukámtól. Mondjuk apukám nagyon kis dilistám, úgy nagyon, nagyon sok vicces dolgot tud. Na, akkor hallgatok egy verset, egy vicces verset, amit el tudsz nekem mondani. Mercedes-szel érkeztem, 200 métert fékeztem. Jónás vagyok, szép és lasza, locsoljak vagy húzzak haza.